Szép jó estét kívánok! Köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit január 12-én kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban először egy beszélgetést láthatnak a Pákozdi Katonai Emlékpark ügyvezetőjével, Görög Istvánnal, majd ellátogatunk az Alba Régia Szimfonikus Zenekar próbájára. Ezt követően a Vörösmarty könyvtárba igyekszünk, végül pedig egy rövid beszámoló következik a Vörösmarty versünnep előkészületeiről. Tartsanak velünk! Szép estét kívánok! Mai Paletta magazinunk fókuszában a Pákozdi Katonai Emlékpark 2020-as, tehát az elmúlt esztendejének mindennapjai szerepelnek. Mindenképpen ezt terveztük, függetlenül attól, hogy tudjuk, hogy a koronavírus járvány alaposan megtépázta azt az általában veretes programsorozatot, ami jellemzi az emlékparkot, a nemzeti emlékhelyet. És természetesen szót ejtünk 2021-ről, a tervekről, ami most még csak eshetőség, hiszen itt vagyunk a koronavírus járvány kellős közepén. Vendégem pedig Görög István, a KEMP ügyvezetője. Tisztelettel köszöntöm. Köszönöm szépen a lehetőséget. Nos, hát márciusban hagyományos módon mi azt gondoltuk, mindannyian az évadnyitón nagyon vártuk, teszem hozzá, hiszen a Pákozdi Katonai Emlékpark minden székesfehérvári számára fontos. És nem csak az ott élőknek, mindenkinek, nem csak a katonáknak, mindenkinek. Egyrészt veretes kulturális esemény, másrészt pedig olyan emléksorozat, ha úgy tetszik, amelyről nem feledkezhetünk meg évről évre önöknek köszönhetően. Nos, hát ráadásul a 10. évfordulót ünnepeltük, illetve hát akkor meg is ünnepeltük, hiszen még nem tudtuk, hogy mi következik ezután. Egy kicsit beszéljünk, hogy ezen az évadnyitón általában mindig szóba kerül, hogy milyen fontos szerepet játszik az emlékezet megtartásában, az emlékezet méltóságának megtartásában a KEMP. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy szólhatok erről. Valóban így van, hogy a tavalyi év, amely a 11. évadunk volt, és az alapításunk 10. évfordulója, mármint hogy a Katonai Emlékpark Pákozd néven létrehozott új létesítménynek, ami 2010. március 12-én került felavatásra. Ettől kezdve valóban nagyon sokat köszönhetünk Székesfehérvár városának, és nagyon sokat köszönhetünk a fehérvári polgároknak. Először is azt, hogy létrejöhettünk. Egy ideig Székesfehérvár város is tulajdonosa volt ennek a létesítménynek, majd később eladta a részét a Honvédelmi Minisztériumnak, így került be a Honvédelmi Minisztérium 2014-ben, és hát azóta a Honvédelmi Minisztérium gazdasági társaságaként, de megtartva azt, hogy civil egy szervezet és önkormányzat is tulajdonos társa ennek a létesítménynek, tehát ez egy úgynevezett többségi állami tulajdonú szervezet, amiben 53% az állam tulajdona. Ezt azért kellett kimondani, mert attól függetlenül, hogy 10 évvel ezelőtt kapott egy karaktert, ezt a karaktert a honvédelmi vezetés is támogatja, és ezt megőrzendőnek tartja. Nagyon fontosnak tartja, hogy ne a honvédség hirdesse saját magát, hanem nagyon fontos, hogy itt a Katonai Emlékparkban a társadalom jeleníti meg azt, hogy mit is gondol a honvédelemről. Mit tart fontosnak, melyek azok a kérdéskörök, amelyeket megörökítendőnek tart. Valóban a 10. évforduló nagyon szép ünnepségre sikeredett. Ennek köszönhető az, hogy nagyon sok alapító részt vett rajta, és nagyon sok olyan mostani vezetők élén a honvédelmi miniszterrel ott volt, aki fontosnak tartja a honvédelmi kommunikáció és a honvédelem történetének a megjelenítésében a Katonai Emlékparkot. És ezt ki is emelte Benkő Tibor honvédelmi miniszter úr, és megerősítette azt, hogy nagyon fontos szerepet lát el a Katonai Emlékpark, és ezért döntöttek úgy, hogy az emlékpark, mint a HM egyik gazdasági társasága meg is marad. Kettő maradt, abból az egyik a Katonai Emlékpark. Ezt a figyelmet éreztük egész évben, és ez egy nagyon fontos volt, annak ellenére, hogy egy rendkívül sajátos év volt. Igen, hiszen március 7-e szombat volt,
és 15-ét vártuk, hiszen esztendőről esztendőre, ez nagyon fontos számunkra, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója, mint ahogy a többi esemény is, amely a Magyar Honvédséghez kötődik, tehát itt felsorolhatjuk, de mindenképpen fontos egészen szeptember 29-éig, tehát, és hát mi ott álltunk rendezvények nélkül. Mi ilyenkor a teendő, hiszen aki tervet mond, ebben esetben csak eshetőségre gondol, és nem tudhattuk, hogy sikerül-e újra megnyitni. Mint kiderült, nem igazán sikerült, de azért az évadzáró rendezvény megvolt novemberben. Meg sok minden más is. Meg sok minden más is, van. Igen. Hát a Katonai Emlékpark abban a sajátos helyzetben van, például az idén is, hogy január, február és március első napjaiban még csak tervez. Ez az időszak viszont pont elég ahhoz, hogy nagyon szépen és mívesen megtervezzük az évet, gondolva talán mindenre, hát nem gondolva egy Covid-járványra. De gondolva minden olyanra, ami nagyon fontos, és amit meg kívántunk jeleníteni az év során. Ez azért is szükséges, mert azt követően annyira sora, hát egy az, hogy kevés a létszám, második annyira jönnek egymás után az események, hogyha nem pontosak a tervek, akkor már a szervezés is nagyon bonyolultá sikerül. Mi így alakult, hogy 15-én mi beleszaladtunk, és ott volt egy teljes műsor, csak egyet nem tehetünk, hogy aznap reggel közölték, hogy zár van, és ezt követően lényegében álltunk és vártunk. Hát azt hiszem, hogy a legfontosabb a kérdésére válaszolva az, hogy megóvjuk az emberek egészségét, életét. Nem tudtuk azt, hogy milyen veszélyes ez a járvány, és ma már tudjuk azt, hogy valóban igen, nagyon veszélyes. Ennek megfelelően mi is mindenféle szabályt bevezettünk, amit előírásra került. Ugyanúgy hajtottuk mi is, hogy honnan szerezzünk maszkot, vagy honnan szerezzük azokat az eszközöket, amit láttunk, hogy elő kell írni. És hát nem tudtunk más csinálni, mint próbáltuk, hogyha úgy tetszik, lebeszélni a kedves vendégeinket, hogy ne jöjjenek. Hát ez nem nagyon sikerült. A tavaszi időszakra az volt a jellemző, hogy minden hétvégén a kapuba azért állt ember, mert ugyan a zárt terek azok zárva voltak, de hát a területet nincs bezárva. Igen. Ebből következően, hogy legalább az 500 főt ne lépjük át. Gyakran voltunk a határán, és ez egy nagyon fontos dolog volt, hiszen azt mutatta, hogy ha tetszik, ha nem, azért érdeklődnek. Ez fontos, mint ahogy májusban és júniusban be is bizonyosodott, hiszen az Európai Békenapja, a Hősök Napja, a Honvédelem Napja, a Békefenntartók Napja, majd júniusban a Szent László Nap, rendkívül fontos ünnepek. Természetesen ott is figyelni kell, hiszen mi is jártunk, sokkal nagyobb volt az érdeklődés, mint amennyi a befogadó képesség, mert a készség az megvolt nyilván. Így van, és ez azt hiszem, hogy mind a mai napra érvényes. Tehát mai napon folyamatosan nem csináltunk más, mint telefonon beszéltünk le embereket arról, hogy a jövő héten esedékes Doni megemlékezésre kijöjjenek, hiszen jelen pillanatban mindenféle gyülekezésnek tilalma van. Nem lehet tartani külső rendezvényeket sem, tehát ennek megfelelően ezt a részét sajnos nem tudjuk így megtartani a korábbiak megfelelően. Hasonlók voltak azok a ünnepek, amikre szólni tetszett. Ennek megfelelően 10-15 fővel kellő távolság megtartásával azonban megemlékezik. Erről mindenkor be is számoltunk, és ha más nem, ténylegesen hitünk szerint fejet hajtottunk a hősöknek. Ez komoly szakmai feladat egyébként gátat szabni az érdeklődésnek, mondom én. Hiszen augusztusban is az emlékhelyek napján mi mindig tudtuk, hogy amerre a szem ellát, hála Istennek, mindig emberek voltak. És a honvédség és társadalombaráti kör is veretes ünnepeket rendezett. És ez mindig így volt, a Honvéd Fesztiválról nem is beszélve. Hogy lehet azt úgy megcsinálni, hogy valóban az embereket óvjuk, védjük, hiszen ez volt az elsődleges feladat. Hát azért 500 ember az nem kevés. A területünkön durván, ugye a szabályok értelmében durván 500 ember mindenkor tartózkodhatott. Ezeken a rendezvényeken pedig, akik egy csoportban voltak, tehát hogyha úgy tetszik, azokat leültettük. Pont azért ültettük le, mert akkor nem mozognak. Akkor biztos, hogy betartják a másfél méteres szabályt, és egyetlen egyre kellett figyelni,
figyelnünk, hogy a székeket másfél méterekre tegyük egymástól. A maszk viselése nálunk március óta általános, tehát ez a nyáron is érvényes volt. Mi, amikor nagyon szigorú, vagy szigorított az állam, akkor is azonnal kértük. Ugyanakkor mi ezt folyamatosan alkalmaztuk, és így védtük a saját dolgozóinkat. Tehát én úgy érzem, hogy ez a védekezés szempontjából egy nagyon fontos volt. A vendégeket mi meg szerettük volna védeni mi tőlünk, mert mi se tudtuk azt, hogy mit hordunk. Tehát ennek megfelelően ez így is sikerült. És arra is gondoltunk, hogy azért akkor, amikor kicsit lazítani lehetett, akkor azt hiszem, hogy önök is ott voltak, például Dolcsvai Béla koncertjén, aki azt hiszem, ő is elmondta, hogy az év legszebb koncertjét sikerült összehozni. Velünk voltak az égiek, és gyönyörű idő volt, lehetőség volt mindenre, és ténylegesen mindenki vevő volt arra, amit kapott. Tehát én azt hiszem, hogy a legfontosabb itt ebben a dologban az, hogy egy türelmes nézők voltak, fontos, türelmes látogatók. Fontos, hogy Benkő Tibor honvédelmi miniszter, ugye már ön is mondta, kiemelt figyelemövezi részéről a Kemben történteket, tehát itt volt a csata emléknapján is. Mit mond ilyenkor a miniszter, hiszen nyilván szakmai kérdésekben nem szól bele, viszont elégedetten nyugtázza, ismerve őt, hogy milyen magas színvonalú szakmai munka folyik Pákozdon. Azt hiszem, hogy ezzel nem is túlzott, és ezt most szerénytelenség nélkül mondhatjuk, hiszen akkor, amikor láttuk azt, hogy azok a megszokott programjaink, amik évente, így kell mondom, több tízezer ifjút vonzanak a rendezvényeinkre, nem tudjuk megszólítani, az iskolák zárva voltak, akkor mi is rá voltunk kényszerítve arra, hogy nagyon gyorsan megtanuljuk azt, hogy hogyan lehet a digitális térbe mennünk, és hogyan tudjuk ott is közvetíteni azokat a tartalmakat, amiket addig nem. Azt is el kell mondani, hogy sok éve próbálunk bemenni a digitális térbe. Nem volt kényszerítő erő. Egyszerűbb volt most így mondom, a régi általunk jól bevált módszereket folytatni, és ezért ezt egy kicsit háttérbe hoztuk. Örüljünk annak, hogy rákényszerültünk, ezzel is még sokkal gazdagabbak lettünk, és azzal is el kell mondanom, most 100 000 embert megérintettünk. Tehát velünk párhuzamosan több múzeum is akkor kezdte el, most így mondom, ezt profilba emelni, segítették a másikat, és ennek lett az eredménye az, hogy akár ez a Mozaik múzeumtúra által létrehozott demoprogramokba megkaptuk a hivatalos igazolást, hogy mi egyik leglátogatottabb múzeum lettünk. Igen, hát a digitális tér nagy kihívás, én azt gondolom, minden múzeumnak, minden olyan közösségi rendezvényeket szervező csapatnak, akik eddig nem foglalkoztak vele kiemelten, és csak ezzel. Nyilván ez elkerülhetetlen, viszont óriási kihívás az is, hogy 2021-re tervezzenek. Nyilván megtörtént, hogy mit szeretnének létrehozni, bár függően attól, hogy mit enged majd a koronavírus járvány. Az idén is úgy gondoltuk, hogy szeptember tesszük a központi helyre, az az első. Ennek most így mondom, apropót ad az, hogy az obeliszket 70 éve helyezték ott el. Azért 70 év ad egy számvetést, és az a 70 év, micsoda 70 év, 1951-től máig, ezt vesszük sorba, és azt hiszem, hogy erre készülünk egy kiállítással, hogyha sikerül, akkor egy kiadvánnyal is, és ez egy fontosnak látjuk. Hiszen a hazafias nevelés és honvédelmi nevelés terén azért sok minden változott, de sok minden maradt is. És a legfontosabb az, hogy igenis fel kell hívnunk a figyelmet, hogy most így mondom, hogy rendszertől függetlenül erre nagy szükség van. A következő nagyszerű dolognak gondoljuk, és az talán még megvalósítható is, ez a nyári, elsősorban a nyári programok. Az idei évben, a tavalyi évben, a 20-as évben rákényszerültünk arra is, hogy nyári tábort, nyári napközis tábort is szervezzünk. Ugye szülők szabadságolása és egyéb gondok miatt erre nagy igény is volt. Már jelezték, hogy az idején is nagyon szeretnék, hogyha ezzel a kérdéssel is foglalkoznánk. És hát nagyon szeretnénk azt, hogyha azokat az új elemeinket, amiket szintén a COVID időszakában építettünk meg, például teljesen átépítettük a
arcárkunkat, és az egy olyan digitális eszközzel lesz felszerelve, ami egy újabb, most így mondom, élményt ad ennek az egésznek. Vagy kiépítettük a tűzszerészek emlékpontját. Ezek mind-mind nagyon érdekes tárgyakat, eseményeket, új tapasztalatokat hoznak. Tehát én azt gondolom, hogy aki minden évben és sokat járt nálunk, azoknak is rengeteg újat fogunk mutatni. Nos, én ehhez kívánok erőt, egészséget. Magunknak pedig annyit, hogy kapkodjuk a fejünket, és nézzük a naptárt, hogy mindenhova odaérjünk. Köszönöm a figyelmet. Én köszönöm, és minden fejét várjunk. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, mi pedig folytatjuk a Paletta magazint. A Filharmónia Magyarország támogatásával újraindulhat a klasszikus zenei élet Székesfehérváron is. Ma este a Vörösmarty Színházban Somogyi Tóth Dániel vezényletével az Alba Régia Szimfonikus Zenekar online koncertjét kísérhetik figyelemmel a zenekedvelők. A koronavírus járvány okozta csendesség után újra próbál az Alba Régia Szimfonikus Zenekar. A szimfonikusok különleges műsorral lépnek fel a Vörösmarty Színházban megrendezendő koncerten. Még közönség nélküli koncerteket tudunk csak rendezni, és ezúton szeretném mindenkinek a figyelmét felhívni arra, hogy nagyon szeretnénk, hogyha követnének bennünket a Facebook és a weboldalunkon, hiszen itt lehet tájékozódni arról, hogy a koncertjénket hol és mikor lehet megtekinteni. A Filharmónia Magyarország programjában való részvételünk ugye évek óta létező dolog. Jelen pillanatban egy nagy online archívum készül egyébként a Filharmóniánál, amely ennek a különös kornak kíván majd egy dokumentációja lenni, és ennek részét alkotja a jövő heti koncertünk. Fontos tudni azt, különösen a bérlet tulajdonosok figyelmét szeretném felhívni, hogy ez a koncert január 11-ére volt meghirdetve, viszont pontosan azért, hiszen a Filharmónia koncertje is online kerülnek megrendezésre, hogy ne üsse a Szegedi Szimfonikus Zenekar koncertjét, azt is szívesen ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Ezért a fehérvári koncert átkerül 12-ére. 12-én este egy szép részben, majdnem egészben magyar műsort fog bemutatni a zenekar. Változtatnunk kellett az eredeti programon, ennek az oka szintén a járvány. Minden koncertünknél meg kell vizsgálnunk azt, hogy túl nagy apparátussal ne álljon a zenekar a színpadra, ezért egy kisebb létszámot kellett meghatározni erre a koncertre is. Az online hangversenyen a kevéssé ismert Hajdú André és Dubrovei László alkotásai mellett felcsendülnek az Alba Régia Szimfonikus Zenekar előadásában Bartók Béla román népi táncok, Kodály Zoltán galántai táncok, illetve Brahms magyar táncok című darabjai is. Nagyon kiváló kezdeményezés a Filharmónia Magyarország részéről is, hogy az ország neves szimfonikus zenekarait egy sorozatban bemutatja online térben. És ezt a koncertet, ezt úgy találtuk ki, hogy egy szép magyar műsor legyen, kortárs művektől a legnagyobb magyar klasszikus zenékig, ha úgy lehet mondani esetleg, Kodály Zoltán fantasztikus galántai táncaig, amíg egyik legnagyobb zene nem csak a magyar zenetörténetben, hanem az egyetemes zeneirodalomban, és egy izraeli magyar kiváló zeneszerző Hajdú Andrénak a művét is bemutatjuk, és hát kiváló szólista partnerünk lesz Pálfalvi Tamás személyében. A koncerttermeket még ugyan nem látogathatjuk a járványhelyzet miatt, de a komoly zene kedvelőinek tehát nem kell lemondaniuk az élő zeneélményről. A Filharmónia Magyarország virtuális hangversenyterméből több csatornán követhetőek az ingyenes közvetítések. A koronavírus járvány idején is lehetőség nyílik a könyvkölcsönzésre a Vörösmarty könyvtárban. Ez azt jelenti, hogy januártól természetesen működik a Vörösmarty könyvtár online rendszere. A karantén ideje alatt a könyvek át vannak állítva nem kölcsönözhetővé, és 48 óra után vissza vannak állítva kölcsönözhetővé. És ez azért fontos, mert az alatt az idő alatt ha ne tudják lefoglalni azt a könyvet.
László Lívia munkatársaival együtt sokat tett és tesz azért, hogy a Vörösmarty Mihály könyvtár a koronavírus járvány időszakában is az olvasók rendelkezésére álljon. A zárvatartás ellenére az intézmény dolgozói a kölcsönzős lehetőségét is biztosították az érvényes tagsággal rendelkezők számára, akik a bejárat előtt vagy a könyvtár ablakán keresztül a telefonon vagy levélben elküldött kérések alapján vehették át az összeállított könyvcsomagokat. Gyakorlatilag már tavasszal kialakítottuk ennek a lehetőségét, és ahogy november közepén megjelent a hír a zárásról, ezt a hagyományt egy-két nap múlva már folytattuk is. Ez a teraszkölcsönzés volt, amit az országban nem az első között, de megláttuk a lehetőségét a kölcsönzésnek, vagy a kapcsolatban maradásnak ebben a lehetőségét. A Szénatéri könyvtárban és a Mészöly Géza utcai könyvtárban akkor jó idő volt, lehetett a teraszon kölcsönözni. November közepétől még azért a jó idő lehetőséget adott arra, hogy a terasz továbbra is működjön ebben a két tagkönyvtárban, és az ablakot nyitottuk ki a többi helyen, amit a központi rendelet is biztatott bennünket, hogy így működjünk tovább. Úgyhogy olvasók nem jöhettek be a könyvtárba, de az úgynevezett ajtón kívüli kölcsönzést a rendelet megengedte a könyvtáraknak, és mi ezt folytattuk novembertől. A lehetőséggel a zárás óta eltelt rendhagyó időszakban nagyon sok olvasó élt, idén pedig a járványidőszakhoz hasonlóan újraindítja néhány szolgáltatását a Vörösmarty könyvtár, hogy a bezárás idején sem maradjanak könyv nélkül az olvasók. A statisztikát összeállítottuk, a november 16-ától évvégéig csak nem 3000 ember jött el így a könyvtárak ablakaihoz, vagy ajtajához, vagy teraszához, és csak nem 9000 dokumentumot adtunk így ki előre összekészített csomagokban. Ugye a járványveszély az február 8-áig áll fönn. Mi arra készülünk, hogy még ezt a következő hónapot, illetve most már a jelen hónapot, január hónapot vagy február elejét ezzel a módszerrel visszük végig, és várjuk a híreket, hogy a hagyományos módon mikor nyithatjuk ki a könyvtárat. Arra készülünk, hát nyáron is arra készültünk, hogy fokozatos lesz a nyitás, aztán egyik napról a másikra nyitottunk ki, úgyhogy nem tudom, hogy lesz-e fokozat, hogy csak a könyvtárnak a kölcsönző pontjáig lehet beengedni olvasót egy ideig, aztán utána ugyanúgy szabadpolcos kölcsönzés. Ezt megvárjuk a rendelet, mit engedélyez, addig megmarad az előre telefonon, e-mailben kért könyvnek az ablakon, ajtón keresztüli kölcsönzése. Idén tehát a járványidőszakhoz hasonlóan újraindítja szolgáltatásait a könyvtár. A Vörösmarty emlékév keretében hirdetett pályázatokat az elmúlt esztendőben a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola kápolnásnyéken, melyek közül a versünnep volt az, aminek a zárása a vírus helyzet miatt az idei évre csúszott. Most ez úgy tűnik online formában megvalósulhat. A Vörösmarty emlékév egyik kiemelt kezdeményezése a versünnep, amely a Magyar Versmondók Egyesülete szakmai támogatásával valósul meg. Kimagasló számban jelentkeztek lelkes szavalók, közel 200 pályázat érkezett a decemberi határidőig. Tavaly évben Vörösmarty Mihály születésére emlékeztünk, és hát sajnos az évvégi vírushelyzet arra kényszerített minket, hogy erre az évre is tovább vigyük az akkor elkezdett programokat. A Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola vállalta magára a Vörösmarty emlékép szervezői feladatait, és nagyon sok minden sikerült már a tavalyi évben is, aminek nagyon örültünk. A versünnep volt az, ami egy kicsit megcsúszott a vírushelyzet miatt. Ebben a versünnepben egyébként a Versmondók Egyesülete a szakmai partnerünk, velük együttműködésben bonyolítjuk le majd ezt a zsűrizést és a döntőnek a megszervezését és a lebonyolítását is. A szervezők nagy örömére még a határon túlról is érkeztek pályázatok, hiszen a pandémia okozta helyzet miatt a pályázók most csak videón küldhették el a felvételt a szabadon választott Vörösmarty versről. Eredetileg úgy terveztük, amikor elkezdtük az emlékév szervezését, hogy itt a kápolnásnyéki halászkastélyban szervezzük majd meg az elődöntőt is és a döntőt is, de hát erre sajnos nem volt lehetőségünk.
Úgyhogy így gondoltunk arra, hogy akkor legyen ez egy online megoldás, ahogy ezt most már sokan megtanultuk az elmúlt év során, hogy muszáj gyorsan idomulnunk és reagálnunk az aktuális helyzetre. Úgyhogy videón tudták beküldeni a szavalatait a szavalataikat a gyerekek, vagy a fiatalok. És hát én meglepődtem, megmondom őszintén, hogy közel 200 pályázat érkezett, ami szerintem egy nagyon szép szám, és valóban az ország minden pontjáról és a határon túlról is érkeztek, például Zimendújfaluból, Gyergyó-Ditróról is küldtek pályázatokat a gyerekek, úgyhogy ennek különösen örülök, és nagyon nagy öröm számunkra, hogy sikerült elérnünk Vörös Marti üzenetével, költészetével a fiatalokat, és ilyen sokan jelentkeztek. Egyébként nagyon sok Vörös Marti nevét viselő gimnázium és általános iskola is beküldte a pályázatát, sőt vannak olyanok is, ahol osztályok közösen szavaltak, és így küldték el. Úgyhogy megható és felemelő ebben részt venni. Még nem történt meg a zsűrizés, hiszen közel 8 órányi anyagról beszélünk, úgyhogy a zsűri majd most fog a jövő héten várhatóan összeülni, és hát elég sok időt eltölteni azzal, hogy végignézzük ezeket a kis kincseket, ezeket a szavalatokat, és aztán a döntőben várhatóan 5 főt juttatunk tovább, 2 korosztályban gondolkodunk, de hogyha úgy látjuk, hogy vannak nagyon-nagyon jó kiemelkedő 5-nél több tehetséges kis szavalónk, akkor természetesen ezen még módosíthatunk is. A beérkezett pályaműveket 6 fős rangos zsűri értékeli, amely 2 korosztályban hirdett továbbjutókat. A 6-tól 12 éves korcsoportban és a 13-tól 18 évesek között is 5 szavaló jut majd a döntőbe. Szeretnénk megajándékozni a gyerekeket is, a családjaikat is és az osztályaikat is, amikor majd reményeink szerint a jövő év folyamán már kiszabadulhatnak, és eljöhetnek egy-egy osztálykirándulásra vagy családi kirándulásra is. Úgyhogy egyrészt a Vörös Marti Emlékházban múzeumpedagógiai foglalkozáson vehetnek részt a győztesek és családjaik vagy osztályaik, ez attól függ, hogy milyen első, második, harmadik helyezettek. Illetve egy nagyon szép kezdeményezés indul el, nem is kezdeményezés, hanem egy nagyon komoly program, a Hazáért körút itt a Velencei tó környékén, ahol a izgalmas és a szabadságharchoz köthető helyszíneket kötünk össze, a Halászkastélyt, a Vörös Marti Emlékházat, a Katonai Emlékparkot Pákozdon, illetve a Gárdonyi Emlékházat a Gárdon. És ez egy ilyen akár biciklivel, akár busszal körüljárható, egynapos, izgalmas, interaktív foglalkozás, ami szerintem szintén egy nagyon szép ajándék lesz a gyerekeknek, és akik elkísérik majd őket. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!